Mikor tudtad meg, hogy te állsz a derbén az Újpest ellen a kapuba? A Genk elleni mérkőzés után már a Dénes jelezte nekem, hogy azért úgy készüljek, hogy lehet, hogy számítani fognak rám, úgyhogy igazából akkor tudtam meg. Még jól jött ki, mert a repülőn amúgy sem tudtál volna aludni, nem? Igen, hát a repülő utat tényleg azzal töltöttem, hogy próbáltam a fejembe lejátszani a meccset, igazából úgy szoktam készülni minden meccsre, úgyhogy arra jó volt, hogy tényleg tudtam készülni. És amikor most kivonultál, teltház, mind a két tábor külön készült a meccs előtt, óriási ováció, illetve fücskoncert fogadott benneteket, milyen volt a meccs eleje? A bevonulás, akár a melegítés? Hát igen, tényleg már a bemelegítésnél, amikor kimentünk ugye a kapusokkal bemelegíteni, már akkor ugye nagyon sokan voltak, és egyből a tábor biztatott minket, úgyhogy már akkor éreztem, hogy fú, ez egy nagyon emlékezetes meccs lesz, és nagyon komoly meccs, úgyhogy innen is tényleg csak meg tudjuk köszönni a szurkolóknak, mert megint egy fantasztikus derbi atmoszférát varázsoltak, tényleg mindig buzdítottak minket, úgyhogy szerintem ez látszott a fiúkon is. Mindent megtettünk a pályán, és szerencsére jó eredményt is tudtunk produkálni. Jó, hát nem csak a szerencse kellett, hanem egy jó kapus is, hiszen több nagy védést is bemutattál, akár 0-0-nál, akár 1-0-nál. Igen. Nekem is volt dolgom, így is készültem, hogy valószínűleg lesz dolgom, mert ugye ez az Újpest, ez most elég jó csapat, érezni lehetett belülről, hogy tényleg tudják, mit akarnak játszani, és nagyon gyors játékosuk van mindkét szélen, úgyhogy így készültem, de tényleg csak megköszönni tudom a védelemnek, mert extrán dolgozott, tényleg pont annyi helyet hagytak csak, hogy nekem igazából csak egy rész kellett lefednem a kapuból, és szerencsére sikerült, úgyhogy ez azért nagyban segítette ugye a védéseimet a védelem. De Stankovics elég sokat beszélt róla a sajtótájékoztatón, az egyik például az volt, amit említett, hogy úgy tudja, egy gyerekkori álmod vált most valóra. Mesélj erről, légy szíves. Hát igen, tényleg a mesében nincs ilyen. Én ugye saját nevelésű fradista vagyok, 2004-ben volt a toborzó, ugye én 99-es vagyok, szóval 5 éves korom óta itt vagyok a Fradiban, nyilván kisebb-nagyobb kitérésekkel, kölcsönadásokkal, de igazából 2004 óta itt vagyok a Fradi kötelékében, úgyhogy hát gondolhatjátok, mekkora öröm az egész családnak, nem csak nekem, hogy tényleg egy teltházas derbin tudtam játszani, ráadásul meg is tudtuk nyerni clean sheet-tel, úgyhogy tényleg egy álom vált valóra. És az is hozzátett, hogy szerinted te voltál az MVP, hogy esnek ezek a szavak? Nagyon, nyilván nagyon jól esnek, de tényleg az egész csapat úgy állt helyt, hogy igazából nekem csak idézőjelben, vagy könnyebb dolgom volt igazából, úgyhogy hát örülök, ha így gondolja, de azért ez az egész csapat érdeme. Dénes mit mondott a meccs után? Tessék? Dénes mondott valamit a meccs után neked? Hát igen, hogy így aztán így be lehet mutatkozni, igen. Csak így rövidül. És te mondtad neki, hogy akkor köse fölög atyáját? Nem, de nyilván az a legjobb neki is, ha tényleg van mögötte olyan konkurencia, vagy olyan nyomás, ami jobb teljesítményre sarkalja, de nem kell elszállni, azért a Dénes még mindig a Magyarország egyik legjobb kapusa, a válogatott stabil tag, és ugye itt a Fradiba is nagyon fontos tagja a csapatnak, nyilván csapatkapitány, úgyhogy igazából én csak minden lehetőséget, amit kapok, megpróbálok megragadni, és ezzel szerintem mindenhol jól fog járni a Fradi. Azt lehet tudni, szerdán is te védesz? Elég valószínű, de még nem biztos, mert a Dénesek még nem biztos hogy mi van a lábával, úgyhogy mi nem tudunk biztosat. Ha én játszom, akkor készen állok, úgyhogy meg meglátjuk. Amikor kapusként egy ekkora meccsen vetnek be, és egy álom válik valóra, ahogy mondtad, akkor elég fontos, hogy az első labdával hogyan találkozik az ember. Neked az egy komoly védés kellett, hogy legyen. Addig mik jártak, milyen gondolatok jártak a fejedben? Hát igazából csak le akartam egyszerűsíteni, azt mondogattam magamból, hogy mindig csak a következő helyzetre koncentráljak, ne akarjak előre menni az időbe, mert ilyenkor szokott lenni kicsi galiba, úgyhogy mindig csak az adott szituációra koncentráltam, és szerencsére igen, sikerült azt a szabadrugást kivédelem, és onnantól kezdve éreztem, hogy benne vagyok a meccsbe, és onnantól kezdve jó. És ez mennyire jellemző játékodra, hogy akár 40-45 méterre is se hagyd a kaput, vagy se úgy hozva a sors? Hát az
helyzet úgy kívánja, akkor nyilván próbálok takarítani, de azért nem vagyok ez a mindenhova kirohangálós Manuel Neuer-es stílusú kapus. Szerencsére ez most sikerült, úgyhogy örülök neki. Akkor kihez hasonlítanád magad, ha nem Manuel Neuerhez? Nem akarom senkihez hasonlítani, én Varga Ádám vagyok, úgyhogy csak a saját játékban próbálom játszani.